Na, hát akkor üdvözlök mindenkit újra. Újra itt vagyunk, egy hét eltelt, január 9-én. Ismét majdnem élő adásban látjátok ezt a videót. Remélem nektek is jól telt a hét. Az időjárásról megint beszélek egy kicsit. Képzeljétek el, hogy egészen péntekig, kettő a péntekig esett az eső. Péntekig egész szar időjárás volt, és akkor gondoltam, hogy mielőtt megyek a munkába, lemegyek a bondájra és edzek egyet. De úgy volt, reggel szakadt az eső, tehát full csontra eláztam, de volt nálam váltócucc, vittem a suliba, átöltöztem, okés. És megyek le a beachre, és akkor egyszer csak eltűnnek a felhők, és ragyogó napsütés. Hát én meg mit törődtem magammal, hát leedzettem. És megyek a melóba, hát gyerekek, olyan színné égtem, tiszta vörös volt a hátam, meg most is vörös a hátam. Uff, nagyon para volt. A tanulság az, hogy mindig legyen nálad napkrém, még ha esik az eső. De gyerekek, egyébként, megmondom őszintén, az egyik álmom valóra vált, mivel egy éve, mielőtt készülöttünk volna kijönni, nézegettem a Bondájnak, a Bondai Beach-en ott van egy ilyen kinti edzőterem, és hogy ott kik edzenek, és követtem őket, és nézegettem a képek videóidat, és annyira irigyeltem őket, hogy úristen, ezek itt edzenek a part mellett, oh! És pénteken meg sikerült, hogy ezt meg átélnem. Már ahogy a busszal leértem, néztem ott partot, te jó isten, hol vagyok, elképesztő, hogy gyönyörű szép volt. És a út között rendes pálmafák, mint a filmekben, amiket látunk. Nagyon gyönyörű volt. Aztán lementem a partra, át emberekhez, ami elképesztő gyönyörű, szép, gyönyörű, gyönyörű szép. És akkor ott a part mellett, ott meg ott laknak, de hát az valami elképesztő, milyen horribilis áron vannak azok az a házak, úgyhogy nagyon VIP-t lakni. Aztán egy strand szabály, hogy a két zászló között, amit itt láttok, csak az között lehet úszni, mert ahogy a víz, ugye jönnek a hullámok, és jönnek a part felé, akkor valahol vissza kell menni annak a víznek. Na és ezek a életmentős emberkék, akik nap mint nap ott vannak, ugye ismerik a vizet, mint a tenyerüket, milyen szép hasonlat. Ők tudják, hogy mikor megy vissza a víz, és hol, de ez akár naponta is változik. Naponta többször is ők megfogják, és arrébb rakják ezeket a zászlókat. Mert hogyha oda rakják a zászlót, ahol visszamegy a víz, akkor viszont... Egy vonat megy el, hát nem hiszem el. Akkor meg visszaviszi a tengerbe, az óceánba az embereket, úgyhogy nagyon-nagyon nagy hangsúly van ezeken az életmentős, bévacsos kisfiúkon, hogy jó helyre rakják a zászlókat, és akkor a zászlók között lehet csak úszni. A zászlón kívül pedig a szörfösök használják az óceánt, a hullámait. Na, úgyhogy ide érkeztem a kis edzőpályámhoz. Hát emberek, milyen szép kilátványom, az elképesztő, nem egy velence korzó. Úgyhogy ez így a kondipálya, ott egy testvillantás. Itt egy pillanatra pedig látjátok is az életmentős bódét. Ott, na és onnan nézik a hullámokat, meg az embereket, akik belefulladnak-e vagy sem a vízbe. Ezek a bódékból a kis bévácsos fiúk bóják között nézik csak az embereket, tehát őket nem érdeklik mondjuk, hogy mi zajlik épp a bóján kívül, ők arra vannak, hogy a személyeket, akik úsznak, próbálnak úszni, azokat figyeljék, és hogyha valami bajod van, mondjuk nem elfáradtál, és érzed, hogy vizé jön a hullám, meg jön, és mész a búz alá, nem tud, már elfáradtál, nem tudsz úszni, akkor felteszed a karodat, így, nem integetsz, csak felrakod a karodat, és a bévácsos pedig látni fog téged, és bemegy érted, és kihoz. És jól megdorgál, hogy miért nem úszol? Ja, úgyhogy ennyit így az alapvető tudnivalókról. Vannak olyan napok, amikor nem engednek be a vízbe, mert medúza veszély van, tehát rendes ilyen pici és nagy medúzák rajjal benn vannak a vízbe, és azt mondják, ezek a medúzák nagyon csúnyán csípnek, alliteráció. Úgyhogy ezekben az esetekben nem is engedik be az embereket a vízbe. Aztán megyek a strand mellett el, visszafele,
És hallom, hogy magyar szót. Mindjárt anyukám, megyek, csak még elnyaljuk ezt az utolsó fagyit, aztán megyünk a vízbe. Mondom, te jó ég, magyarok. Magyarok! Magyarok! Az 5 millió magyar. Itt az 5 millió magyar, akit nem hallanak világ. Magyarok mindenhol. Másik téma, amiről szeretnék beszélni, az pedig az élelmiszer árak, amik itt megtalálhatóak nálunk. Mi a családdal a Woolworths-be szoktunk vásárolni. Ez egy olyan otthoni Interspárnak felel meg, és meg szeretném nektek mutatni, hogy milyen árakat is vannak, mik az alapvető élelmiszerek, amiket meg tudunk vásárolni, és akkor az árakat is megmutatom nektek. Ha mondjuk valaki készül kijönni, akkor egy kicsi bepillantást nyerhet az itteni élelmiszer árakba. Na, akkor nézzük. Ez a Woolworth kívül így néz ki, belülről pedig mint egy normális szupermarket. Na, kezdjük a kenyérrel. Kenyérnek a kilója 2,5 dollár. Nagyon finom kenyér amúgy. Húsok közül a csirkékkel kezdjük. Itt, ami kezemben látható 2 kiló csirke comb, az 7 dollár. Ez nekem egy ilyen hálomakáló is. Nálunk, ami nagyon népszerű, az a disznó, itt nem annyira, az ennek itt a kilója pedig 12 dollárba kerül, jó drága. Aztán, ami náluk nagyon-nagyon durván megy, az pedig a bárány. A bárány szerintem viszonylag olcsóbb is megkapható, olcsóbban, mint a disznó. Viszont ami nagyon drága náluk, az a beef, de ez nagyon sokan is eszik. Valamilyen, azért csak hízzanak. Milo Nesquik, ez hasonló a Nesquikhez, de ízre szerintem ez ugyanolyan, 10 dollárért lehet kapni ezt a nagyot. Teákban ugyanazokat a brendeket megtalálhatod, mint otthon. Nyilván mindenből a nagyobbat jobban megéri megvenni. De finomak a teájuk, finom, igen. Aztán, amivel a családomat őrületbe kergetem, ez az 57 centes nápolyi, de gyerekek, ez valami isteni finom. Hogyha valaki egyszer ide kijön, ezt ki kell próbálni, és csak 57 cent darabja. 57 cent, itt és most. Mindig hármat szoktam vinni. Aki mondjuk allergiás tejre, az megtalálja mindenhol szerintem világon a mandulatejet, laktózmentes tejet, és ami a kávézó, mi is használunk, ez a full cream tej, 2 dollár, 2 liter. Marha finom, úgy nagyon jó kis tejet, nagyon jó tej, jó minőségű. Aztán a víz. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem érdemes szerintem venni itt vizet így, mert a csapból nagyon jó minőségű lágy víz jön ki, nem úgy, mint otthon. Szerintem legtöbb helyen ilyen kemény, nagyon kemény víz jön ki a csapból, de itt nem, tehát szerintem jobban megéri úgy újra töltögetni a palackokat. Mi is ezt csináljuk, úgyhogy talán ha 8-at vettünk, 8 ilyen vizet, akkor sokat mondok, de azok is csak szénsavasak voltak, mert itt nagyon-nagyon nagyon nehéz találni szénsavasat, mert nagyon kevés van, nem tudom miért, de nagyon kevés csípős víz van. De ugye egy jó fröccshöz azért mi kell? Hát egy szénsavas víz. De nagyon nehéz találni, és meg kell mondjam, hogy itt a két bubis a sokkal drágább, mint az egy bubis. Aztán a fél kilós penne tészta 65 centbe kerül, ezt egy 3 dolláros kis pasztával, vagy mi ez, 3 dolláros feltéttel nagyon finom ebédet tudsz magadnak csinálni, 4 dollárért, tehát fúj jó. Kukorica 1 dollár per 420 gram, náluk a tomato sauce, az nálunk a ketchup, de nagyjából ugyanaz az íz. Majdnem 5 dollárért lehet kapni 700 grammot. Amikor kijöttök, akkor a barbecue sauce próbáljátok kijönni, isteni finom, úgy, mint a nápolyi. A cukrot nem találod meg kilós kiszerelésbe, csak 2 kilósba, viszont nem annyira édes, mint az otthoni. Ezt 1,8 dollárért tudsz megkapni. Olaj 6 dollár 2 liter, elég sokáig jó. Aztán WC kuriga, sajt 6 dollárért, nagyon finom egyébként. Tojás 7 dollár, 18 pak,
normál méretek, szerintem egész jók. Aztán hadd mondjak egy kicsit erről a Primus sonka családról. Ez a Primo termékcsalád egy magyar embernek a terméke. Az 56-osokkal jött ki, és otthon hentesként dolgozott, és itt Ausztráliában pedig bevezette az otthoni ízeket, és ez nagyon bejött az embereknek, és egy nagyon komoly gyárat épített ki magának, és ez nem tudom hány éve, hány évtizedek óta megy ez az üzem, és mai napig látjátok, termelik ki a húsokat, a felvágottakat. Ajánlom figyelmetekbe a Frey Tamásnak a Frey Dossier nevezetű sorozatát, és ott az Ausztráliában élő leggazdagabb magyaroknak a részét nézzétek meg. Ott részletesebben is bemutatja ezt a Primo bácsinak az életét. Ez 2001-ben volt, és talán 2 éve sajnos elhalálozott a bácsi, de azóta is megy neki a biznisz és sírjába is. Aztán, ami nagyon jó biznisz, szerintem 7,5 dollár ez az 1 kilós, nem túl jó kinőző bacon szeletek, de a héten nagyon jó szennyókba. Aztán, mi szoktunk vásárolni, vaj, ez a Our Extra Soft vaj, nagyon finom. Finomabb, mint a Flora, ami Európában is megtalálható, igaz, drágább, de finomabb. Flora nem jön be nekünk. Aztán nézzük a gyógyszerészeti árakat. Gyógyszerészeti. Strepsils, rengeteg strepsils fajta van. Torokfájás, minden szarra adnak valamit. Vix termékek, tényleg meg kell mondjam, hogy meglepődtem, hogy ennyi európai termék megtalálható az ausztrál polcokon. Amit mi szoktunk használni kontaktlencse folyadéknak is megtalálható, ez az Optifree. Tényleg jóféle. Volteren, ami nagyon-nagyon kell, ha mondjuk valami fájdalmad van, ők jó dagra 17 dollárért. Advil fejfájásra, Saridont még nem láttunk, de Advil az van, tehát jó hír. Fogkrémek közül Colgate, ami otthon megtalálható, az itt is van. Rengeteg fajta. Oral-B is, Sensodyne, tényleg jófélék ezek a fogkrémek, nyilván ugye, mert otthon is ezeket használtad, úgyhogy ezeket is fogod keresni itt. Aztán Head & Shoulders, ami nagyon meglepett, hogy itt is találhatok, viszonylag jó áron, 16-12 dollárért, Nivea a termékcsalád, minden, meg vazelin, akinek kell. Amiket vettünk, ez a minden zacskóba adnak, amiket itt láttok, mindent külön zacskóba, és amiket itt láttok, az víz, az a sparkling víz, ami ott van, az a csípős, vagy ez a szénsavas víz, vaj, wrap, milyen szendvicsek, ott a anyán, vagy a laktózmentes tej, a milyen tej, mandulatej, kenyér, popcorn, kávék, Heinz termékek is megtalálhatók Ausztráliába, majonéz, tunya csáp. Yes. Lazac filé. Aztán, amit nagyon-nagyon jó áron lehet venni, és ez ilyen 13 dollárért. Ez a lazánya tényleg 4 személyre elég egy ebédre. Minden banán, sajtot, egy pillanatra láthatjátok az 57 centes kis izémat is, fagyit, mindent vettünk. Aztán ez, amit láttatok, ez a sok minden, amit itt vásároltunk, ez került összesen 74 dollárba. Megmondom nektek az őszintét, hogy én hát mondjuk heti olyan 3-4-szer járok dolgozni, és órabér vagyok 15 dollárba, és naponta keresek, ha megyek dolgozni, akkor 105 dollárt. Na most ez került ugye 70 dollárba, ha azt nézitek, akkor ez kevesebb, mint egy nap alatt megtermelem. De én nem a legjobb fizetésben vagyok benne, 15 dollárért,
Az ausztrálok azok olyan 25-30 körül keresnek meg, bármilyen munkakörben is vannak. Az adóhivatal lehozta az adatokat, miszerint egy átlagos ausztrál ember 1500 dollárt keres hetente. Na most ez a nap, egy nap mondjuk ennyit vásárolt, ez akár, hogy tudom én, 2 napig vagy 3 napig is elég, ha olyan jó evő vagy, akkor ez nekük ez nem pénz, ez a 70 dollárra. Oké, most még lejön még a lakbér is emellett, meg a víz, meg ilyesmi, de az is mondjuk, ugye a lakbér mondjuk az 500, lejön a 200, a 300, tehát így is még marad nála. Matek tanárom ki fog nyírni. Mennyi 15-ből 8? Na, marad nála 700 dollár, tehát most ez a 70 dollár, az mi az? Semmi. Főleg, hogyha még van mondjuk párba laknak, mondjuk van-e valakinek esetleg egy felesége, egy nagyon csinos felesége, akkor ez elenyésző, és akár ez a minimum, tehát ez a minimum, amit megkeresnek, ez az 1500 dollár heten. Tehát ez, mert akár a csillagos éj is volt Magyarországon az egyik suliba összeismerkedett magyar haverom otthon, és még visszajött még karácsonykor ment, és szilveszterre már itt is volt. Aztán olyan kedves volt egyem a szívét, hogy gondolt rám, és nézzétek, mit hozott nekem. Mi van nekem, sportszeletem. Nagyon kis kedves srác, a Tomi. Ő a Tomi, aki hozta nekem a sportszeletet. Majd mondtam neki, hogy ha kibontom, amikor megesszük, with family, a családommal négy részre osztva, és kiderül, hogy nyert, akkor mondom neki, hogy menjen vissza, és váltsa be, és hozzon egy újat. Igen, ennyi történt velem a héten. Remélem hasznos infókat mondtam el. A kérdések pedig gyűlnek, nem felejtettem el. Szeretném, hogy minél több legyen, és akkor a jövő hetivel pedig egy kicsit többet beszélek majd a kérdésekről, amit írtatok nekem, de nagyon örülök, hogy küldtetek. Akkor egy hét múlva pedig meg fogom válaszolni neked. Ha még mindig van kérdésetek, pedig legyen, akkor az alábbi e-mail címmel küldjetek el nekem, vagy Facebookon, a jövő hetében pedig akkor meg fogom válaszolni. Legyen szép hetetek, köszönjük, hogy megnézted a videómat, egy hét múlva találkozunk, sziasztok!